Szép estét kívánok, köszöntöm Önöket a Köztér ma esti adásában az 1956-os forradalom és szabadságharc Magyarország, illetve székesfehérvári történéseivel foglalkozunk. Mostantól látogatható a Magyar Nemzeti Levéltár Fejér megyei levéltárában az az időszaki kiállítás, amely 1956-nak állít emléket. Itt beszélgettünk Vízi László Tamással. Azon ritka történelmi eseményről van szó 1956 Magyarországán, amely valójában nem azoknak a klasszikus forradalmi útravaló itinerek alapján zajlott le, mint ami a 19. századi vagy a 18. század végi forradalmak. Gondoljunk csak bele abba, hogy a nagy klasszikus francia forradalom, amely 1789-ben robbant ki, ugye az egy 10 éves hosszú forradalmi időszak volt, és hát a szereplőiknek csak egy kevés része élte meg az 1799-es esztendőt, és ha jól emlékszem, Szeje Zabbértól is megkérdezték, hogy mit csinált a francia forradalom idején, és azt mondott, hogy túléltem. Nos, ez egy 10 éves folyamat volt. De ha tovább megyek, nézzük az 1830-as, vagy 1848-as párizsi forradalmi eseményeket, azok is több hónapos események voltak. Vagy ha az 1848-49-es magyarországi eseményeket vizsgáljuk, ugye az 48 tavaszától 49 augusztusáig zajlottak, beleértve azt is, hogy ez egy szabadságharccal összekötött folyamat volt. Na most 1956 az egy olyan szinten más jellegű forradalmi folyamat, amikor szinte napról napra, ha úgy tetszik, percről percre változtak az események. Mert pontosan úgy, ahogy szerkesztő úr is mondja, hogy egy 1945 óta kibontakozó, majd 1948-49-re totális diktatúrává alakult politikai, gazdasági rendszer, amely a bolsevik, tehát a szovjet mintájú politikai berendezkedést, de annak a gazdasági, kulturális vetületét is szolgamódon lemásolta, ezzel szemben fog fegyvert 1956-ban a budapesti lakosság. De megint előre szaladtam, nem fegyvert fog először. És itt van ez a gyorsaság. Ugye az, hogy 1956. október 23-án délután még egy békés tömegdemonstrációra, egy szimpátia tüntetésre készül a főváros, készül annak a fiatalsága, majd csatlakozik hozzá késő délután, ugye amikor már 2 órakor az első műszakoknak vége van, a budapesti munkásság. És ez a folyamat generálódik valójában a kora esti órákká, már egy szabályos rendszerellenes demonstrációvá, ahol olyan rigmusok és olyan követelések hangzanak el, ami már erősen kritikusan, sőt rendszerellenesen a rendszer alapjait kérdőjelezze, megfogalmazza meg a követeléseket. Hogy aztán ez a folyamat? Ez a folyamat estére valójában forradalmat öltsön. Tehát 56. október 23-a délutánján még senki nem gondolta azt, hogy estére ezek az események forradalmi folyamattá teljesednek ki és válnak. Azt aztán meg szerintem végképp senki nem gondolta, hogy ez a forradalmi folyamat, és most gondoljunk abba, hogy hogy volt ez mondjuk 100 évvel ezelőtt, hogy volt ez 1848-ban. Ugye 1848-ban hosszú hónapok kellettek ahhoz, hogy a forradalmi események szabadságharcán nőjenek át. 1956-ban ez néhány órán belül megtörtént. Október 23-a estéjén már eldöldültek az első lövések. 23-án este már az első áldozatok is megvoltak, és hajnalra már az események szabadságharc színezetet öltöttek, hiszen a Székesfehérvárról és Ceglédről, Szolnokról meginduló különleges szovjet alakulatok, aminek az volt a céljuk, hogy ha csak egy demonstratív módon is végigmasírozzanak Budapest utcáin, akár csak mondjuk 1953-ban tették ezt Berlinbe, és akkor szépen minden elcsendesedik, és mindenki visszahúzódik a maga berkeibe. Nos, ez a folyamat, ez 56. október 24-ére virradóra,
ez egy szabadságharccá generálódott. Azok a nagy főközlekedési útvonalak, amelyek a Budapestet megközelítő közlekedési útvonalak voltak, a Budaörsi út, Moszkva tér, Üllői út térsége. Ott spontán módon kialakul az ellenállás, és 24-e reggelére, hajnalára a folyamatok már szabadságharc színezetet öltenek. És akkor hadd mondjam tovább ezt az ívet, ezt a folyamatot, mert hát nem telik bele néhány nap, hiszen sajnos tudjuk, hogy a forradalom napjai megvannak és meg lesznek számlálva, bár ugye nyilván ezt a szereplők még nem így élték meg, de november 4-én hajnalban azzal, hogy a szovjet vörös hadsereg csapatai másodszor is megkísérlik, és már sikeresen kísérlik meg a Budapest főváros elleni támadást, ezzel gyakorlatilag Magyarország, magyar kormány és a Szovjetunió között háborús hadi állapot áll be. Ahogy ezt annak idén ugye Nagy Imre fogalmazta, hogy csapataink harcban állnak, hogy megdöntsék a törvényes magyar kormányt. Hát kérem szépen, a megdöntsék a törvényes magyar kormányt kifejezés az egyértelműen azt jelenti, hogy itt egy olyan agresszióról van szó, ami kimeríti a háborús kritériumokat. Vagy ha megnézzük Király Bélának, a nemzetőrség főparancsnokának az akkori tevékenységét, ugye aki kérte egyébként Nagy Imrét, hogy adja ki a tűzparancsot, ugye ezt Nagy Imre elutasította. De Király Béla is egyértelműen november 4-én hajnalban háborús helyzetről beszél. Tehát az események olyan iszonyatosan felgyorsultak és olyan gyorsan változtak, ami az 1956-os magyar forradalmat, a 20. század különleges, egyedi és megismételhetetlen esemény sorává tették. Óhatatlanul is felvetődik a kérdés, hogy a mai magyar számára az 56-os forradalom, a Műegyetem, a Pesti srácok, Korvin köz, és nagyon-nagyon keveset, méltatlanul keveset beszélünk a vidéki városokban történtekről. És majd Székesfehérvárt nyilván külön vesszük, de mi minden történt azokban a városokban, amelyek meghatározták akkor Magyarország gazdaságát Budapesten kívül? Melyek voltak a talpontjai a történéseknek? Hát azért a domináns a főváros, tehát az attól nem tudunk eltekinteni. És ugye megint csak azt mondja, hogy a magyar történelemnek íve van. A magyar történelemnek az eseményéhez ez kapaszkodók, az vissza lehet nyúlni. Tehát 1956. október elején, amikor például Szegeden, mert hát hogyha a kérdés így hangzik, akkor például Szeged volt az a város, ahol megalakul a MEFESZ, a Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szervezete, Szövetsége, amely megfogalmazza a 12, 14, 16 pontját. Ez ráhajaz valójában 1848. márciusára. Ahogyan 1848. március 15-én a Pilvax kávéház fiataljai, a pesti ifjak, a március ifjak megfogalmazták a követeléseiket, úgy fogalmazza meg az egyetemi ifjúság és fiatalság is a követelményeit. Ugye ez például, említettem, Szeged, de ennek gyönyörű leképeződése a Műegyetemen elfogadott pontok. De hozzáteszem nagyon gyorsan, hogy szinte fáziskésés nélkül Székesfehérváron is ugyanez a helyzet. Bár itt nem az egyetemisták, nem a főiskolások, hát abból az egyszerű oknál fogva, hogy itt felsőoktatási intézmény 1956-ban nincs, de például a Hunyadi Mátyás közgazdasági technikumnak a fiataljai már október 23-án délután megfogalmazzák ugyanúgy azokat a követeléseket, amelyeket megfogalmazták korábban Szegeden, vagy megfogalmazták korábban, vagy még aznap délután Budapesten. És a nagyvárosok, az egyetemi városok, ahol viszonylag nagy létszámú fiatalság van, legyenek ezek felsőoktatási intézmények, középiskolások. Ugye mindig a fiatalság az, amely ezeket a forradalmi gondolatokat magáévá téve, valójában azt is mondhatom, hogy a jövővel vagy a következményekkel talán kevésbé számolva aktívan vállalnak szerepet ezekbe a folyamatokba. Így van ez Szegeden, így van ez Budapesten, és így van ez Székesfehérváron is. Kezdetben ugyanazok a tendenciák zajlanak le a vidéki városokban, és itt Székesfehérváron is, mint ahogy Budapesten. Tehát a fiatalság összejöveteleit, tömegdemonstrációi,
követeléseinek a megfogalmazás, és ugyanúgy zajlik, mint ahogy Budapesten, Fehérváron is, hogy azok a követelések, amiket meg szeretnének jeleníteni mondjuk a korabeli székesfehérvári, Fehér megyei sajtóban, ugyanúgy nem találnak visszhangra, mint ahogy október 23-án este nem talál visszhangra a követelés a rádiónál. És ezek a visszautasítások lesznek azok, amelyek aztán már másnap, például Székesfehérvár esetén is, október 24-én már a délelőtti óráktól kezdődően, ugye megérkeznek természetesen Budapestről az első hírek, az első információk, hogy mi zajlik Budapesten, és Székesfehérváron kísértetiesen hasonló események zajlanak le. Néhány napon belül olyan szinte folyamatosak a tömegtüntetések és a tömegdemonstrációk. Ugye ennek sajnálatos módon október 24-én halálos áldozatai is vannak, amikor a Pirosalma utcában álló szovjet harckocsi belelő a tüntető tömegbe, amit egyébként egy AVH-s provokáció is megelőz. Ugye ennek az emlékműve állott a József Attila utca Budai útnak a kereszteződésében. Tehát szinte ugyanazok az események, még gondoljunk bele, hogy Budapesten ugyanez zajlik le például mondjuk a parlament előtt, ugye a belelőnek a tömegbe. És egyébként nagyon érdekes, hogy pont a 24-i székesfehérvári sortűzet követően a másnap, a 25-én fekete zászlóba öltözik a város például. Én pontosan tudom, mert egy ismerősöm mesélt, hogy ő például 25-én reggel ment Budapest felé, és ahogy a Palotai úton jött be, a Palotai úton végig fekete zászlók voltak kitűzve a házaknak a homlokzatára. De a tendencia ugyanaz, leverik a vörös csillagokat, megalakulnak a munkástanácsok. És ahogy említette szerkesztő ugye a Skorka Károly, Dosztál Béla nevét, ugye valójában a forradalom intézményesüléséről van szó, amikor a Székesfehérvár Nemzeti Bizottság megalakul, ugye ez október 27-e, és veszi át valójában a városnak és környékének a közigazgatási irányítását. Kétségtelen tény, hogy ezek a személyek köztiszteletben álló személyek voltak, nem voltak az előző rendszerhez bekötve és becsatlakozva, hiszen az előző rendszert képviselő személyek, akik itt voltak Székesfehérváron, teljesen életidegenek voltak ehhez a városhoz, ettől a várostól. El is hagyják a várost, megpróbálják persze korábban még az első órákban tompítani az eseményeket, de aztán valójában a Nemzeti Bizottság veszi át. De sorra alakulnak a munkástanácsok, sorra alakulnak azok a forradalmi szervezetek a városba, amelyeként országos szinten is jellemző. Tehát szinte fáziskésés nélkül, szinte a budapesti eseményekkel párhuzamosan ugyanazok a tendenciák zajlanak le Székesfehérváron is, mint Budapesten. És november 4-én is ugyanezek a tendenciák zajlanak le. Tehát ahogy Budapestet megtámadják hajnalban 4 óra fél 5 magasságában a szovjet páncélosok, ugyanez zajlik le Székesfehérváron, és ugyanúgy, bár elszigetelten, de ugyanúgy ellenállás van néhány helyen Székesfehérváron, és halálos áldozata is vannak sajnos a szovjet bevonulásnak. Ugye a Székesfehérvárról tudjuk, hogy az üzemi elit és a szellemi elit, illetve a diákság csatlakozása nagyon sokat segített, hogy azért jeles események történhessenek. De amikor az utóéletéről beszélünk, és most térjünk át röviden a kiállításra, nagyon fontos, hogy vajon miért csak most kerülnek elő eddig a fiókok mélyén őrzött dokumentumok, hiszen azok a fotók, amelyeket láthatunk itt a kiállításon, talán sokat segítettek volna nekünk ennek megértésében. Rendben van persze, hogy 1989 a rendszerváltás ehhez kellett. Hát gondoljunk bele abba, hogy ha most visszakanyarodunk újra ugye az előző évszázad forradalmi eseményeire, vagy szabadságharcos eseményeire, mindig megvoltak azok a személyek, akik ezeket az eseményeket megörökítették. 1703-as, 11-es Rákóczi szabadság, aztán volt egy Mányoki Ádám,
1848-49-nél volt egy Tanmore, aki gyönyörű akvarelleket készített az nagy ütközetekről. Na, tehát 1956-ban, hála a technikának, a fotóapparátnak, az emberek elővették a fényképezőgépüket, és fotóztak, és csattogtak a fotóapparátok, és minden részletet megörökítettek. És hát ne legyen kétségünk, hogy ezeknek a fotóknak a jelentős részét, hát maguk a fotók készítői semmisítették meg 1956. novembere után, mert hát ez egy kész bizonyíték volt arra, hogy ki, hol, mikor, hol volt és mit tett esetleg. Tehát részese volt az eseményeknek. Hát, tehát egy része megsemmisült. A másik része az, hát valahol tényleg ott a fiók legmélyében, a padláson, vagy a garázsnak az alsó polcába becsomagolva ott lappangott. És hiába jött el a rendszerváltás, és hiába jött el az 50 éves évforduló, és hiába jött el a 60 éves évforduló. Hát ugye az 50 éves évfordulón eseményekre hadd ne kelljen itt most utalni, hogy mik zajlottak le azért a fővárosban. De még mindig éltek az emberekbe a félelmek. Ezek nagyon nehezen múltak. Szóval azért a Kádár rendszernek a hozadéka azért az iszonyatos módon beleégett az emberekbe, az öncenzúra. És szerintem el kellett jutni ahhoz, hogy persze itt a fotók között van olyan, amit mondjuk Nagy Ferenc bácsi behozott a levéltárba, és fogta és csak letette, mint egykori műegyetemista, hogy ő ezt csinálta Budapesten. De vannak olyan fotók, amire fogalmunk sincs, hogy ki csinálta. De a fotóknak a sorsa sajnos olyan, hogy mint ahogy a könyveknek is megvan a maguk sorsa, a fotóknak is. Hát gondoljunk bele abba, hogy hány olyan fotó került elő. Itt is látható egyébként a kiállításba dr. Tóth Jenő Pázmándi lakosnak az anyaga, fotóanyaga, amit lefoglalt a nyomozóhatóság. És a peranyaghoz van csatolva, a peranyagból jött elő. Tehát önmaga a fotó lett valójában a corpus delicti, aminek alapján valakinek az 56-os cselekményét meg vagy el lehetett ítélni. Aztán hadd ne menjek messze, ugye, hogy 56 októberében, november első napjaiban, hát ugye Magyarország volt a világsajtó középpontjába. Hát tucat számra érkeztek külföldi tudósítók, újságírók, fotósok, stb. És ezek a fotók megjelennek a nyugati sajtótermékekben, és ezek a fotók sok esetben szintén peranyagnak, és vizsgálati anyagnak, és bizonyíték erejű fotóként, és anyagként jelennek meg bizonyos perekben. Tehát a fotó ilyen értelemben egy olyan dokumentum, amely kordokumentum, amely az 56-os forradalom mindennapjait helyi, országos, vidéki eseményeit tudta tökéletesen dokumentálni, hogy ez hogyan, miként került elő, mindegyiknek megvan a maga sorsa. A Fehérvár Televízió ünnepi műsorral készül, vendégeink segítségével pedig időutazást tehetünk. Hajdú Szabolcs 1936-ban Budapesten született, 1956-ban mint pesti srác tevékenykedett, ezért aztán a börtön helyett a menekülést választotta. Angliába érkezett, ott dolgozott és ott is tanult, mégpedig a Műszaki Egyetemen gépészmérnökként végzett. Vitéznek 1998-ban saját érdemei alapján avatták, 2003-ban pedig Pázmándra költözött. Erről is beszélgettünk vele. 62 évvel ezelőtt ön 20 éves volt, akkor volt az 56-os forradalom, akkor kezdődött október 23-án. Mi minden történt önnel azon a napon? Húha, ezt nagyon nehéz lenne elmondani. Röviden, mert rengeteg minden. Én délután 20 éves koromban tulajdonképpen, mivel nem vettek föl a műegyetemre, egy ilyen annak idején a érettségizettek számára csinált, 55-ben csinált ilyen műszaki iskolába tanultam, esztergályos tanulóként, és akkor már ki voltam helyezve a Lövőház utcai
Ganz villamossági gyárba, még nem felszabadult vagy végzett szakmunkás, hanem gyakorló, mert még lett volna cirka egy jó fél év, talán még több is a szakmunkás vizsgáig. Ami hát nem jött össze, mert ugye közben jött 56 a maga világfordító eseményeivel, amiben hát mondjuk azt, hogy az elejétől a leveréséig végig részt vettem. Úgyhogy október 23-án délutános lettem volna, délután 2-re kellett bemennem dolgozni, de már éppen beöltöztem az olajos munkaruhámba, amikor jött valaki és jelezte, hogy a BEM-téren tüntetés, illetve valamilyen demonstráció vagy valami lesz. Tehát akkor onnan értesült róla, hogy jött egy ismerősem önhöz, és hát ő mondta. Valamelyik munkatársam, mert mit tudom én, ott többen voltunk oda kihelyezett, ilyen velem egykorúak, aki együtt is végeztük mondjuk ezt az első évet ebben a műszaki intézetbe, úgyhogy ismertük egymást, és akkor ő lelkendezve jött, hogy itt valami lesz. Hogy mi lesz, azt nem tudtuk. Senki nem tudta. És akkor azonnal elindult? Hát egy kis Varga betűvel, mert gyorsan hazarohantam, én a Lövőház utcában nőttem föl, ami tulajdonképpen a gyárnak a másik oldalán laktunk, és akkor gyorsan a zsebembe dugtam egy kis piros-fehér-zöld zászlót, és azzal mentem ki a BEM térre. Mert hogy volt otthon zászló? Tessék? Annyira egyértelmű volt, hogy volt otthon zászló, amit csak elő kellett venni? Hát ez egy megint hosszú történet lenne, annak megvan a maga története, ami legalább ugyanolyan izgalmas, de ez el volt dugva, ez a kis zászló, amit én zsebre tettem, nem volt rút hozzá, illetve lett volna, de azt nem mertem vinni, mert mit tudtam én, hogy mi lesz ebből. Úgyhogy ezzel a zászlóval a zsebembe mentem ki a BEM térre. Aztán valaki, mikor mentünk át a BEM térről a Kossuth-Lajos térre, egy nálam jóval magasabb ember elkérte tőlem a zászlót, mondva, hogy ő jóval magasabb, és ő magasabbra tudja tartani. Úgyhogy akkor odaadtam neki, és azóta se kaptam vissza ezt a kint. De különben ekkora volt így cirka, nem volt egy olyan nagy zászló. De mondjuk ennek a tömegnek, tehát amely annak idején a BEM térre igyekezett, nem volt zászlója. Nem voltunk mi kistafírozva, mert senki nem készült arra. Azt se tudta, hogy mi lesz. Egészen addig, amíg mondjuk jóval később, azt hiszem 3 óra után, délután, vagy talán 3:30 lehetett, amikor a BEM térre megérkezett a műegyetemistáknak a csapata, akik már zászlóval, meg jelszavakkal, meg ilyesmivel felszerelkezve jöttek tulajdonképpen tízesébe egymásba karolva, tömött sorokba. Hát a későbbi apósom rendezte tulajdonképpen őket, mert ő volt a Műszaki Egyetemnek a katonai tanszék vezetője, akit aztán először életfogytiglant akartak neki adni, aztán utána ült egészen 63-ig. De akkor én nem tudtam ő róla, ő meg nem tudott én rólam, úgyhogy ez mondjuk későbbi fejlemény. És akkor megérkeztek a BEM térre, a magasabb férfinál lett az ászló, és aztán nekem mi történt? Meg nem maradt semmi. Hát igen, tulajdonképpen nagyon sok minden történt. Énekeltük a Kossuth nótákat, meg mit tudom én, vártuk, hogy történjen valami, még mielőtt az egyetemisták megérkeztek, mert aztán a BEM szoborra fölkapaszkodva, ott volt valami kihangosító kocsi, akit senki nem hallott, mert a tér másik oldalán volt, na de akkor már annyian voltunk, mint a szardiniák a dobozban, jóformán meg se lehetett moccanni. De a BEM szoborhoz föltolták, ha jól emlékszem, Veres Pétert, és most nem tudom, azt hiszem, talán Besenyei Ferenc a színművész tavalt el a Talpra Magyart. A Péter bácsi, ahogy akkor hívták, a Nemzeti Parasztpárt elnöke volt, a Veres Péter író, az is mondott valamit, és akkor utána jött ez, hogy akkor menjünk át a Kossuth térre, ahova már, ha jól emlékszem, több mint 200 ezer ember tódult át. Ugye először mi jöttünk ide a BEM térre, aztán a Pestről jöttek a pesti egyetemisták, meg akik hozzájuk csapódtak, ugye ebben az időben már vége volt a munkaidőnek, úgyhogy rengeteg ember csak leszállt a villamosról és csatlakozott. Idefele jövet is, meg visszafele jövet is, úgyhogy rengetegen voltunk. A
Bemtéren született meg tulajdonképpen a 56-os forradalom szimbóluma, a lyukaszászló, mert amikor kidugták a Rákosi címerrel díszített magyar zászlót a követelésünkre a külügyminisztérium épületére, akkor elkezdtük kiabálni, hogy valaki elkiáltotta, mindenki persze átvette, hogy vágják ki a címert. Hát kivágták. Innen ekkor született a lyukaszászló. A teljes beszélgetést október 23-án láthatják majd 18 óra 5 perctől itt a Fehérvár televízióban. Egy 15 éves lány, egy forradalom és egy napló, végül pedig egy film. A Fehérvár Média Centrum birtokába került az élő történelem egy darabja, Séda Mária naplójának formájában, amelyet a hölgy leány gimnáziumi tanulóként 15 éves korában vezetett a forradalom idején. Ahogy a lapokon megelevenedik 1956. októbere, úgy a Fehérvár televízió képernyőjén is átélhetjük majd az akkori eseményeket. A történelmet mi írjuk 1956 című dokumentumfilmben követhetjük végig a fehérvári lány forradalmi élményeit. Azt hiszem, életem talán legszebb két hete volt, akármilyen furcsán is hangzik, 15 és fél éves gimnazista lány szájából. Úgy csodálatos volt, és nagyon jó visszaemlékezni rá, illetve keserűség is van benne. Azt hiszem, hogy azért írtam le, hogy talán ne felejtsem el, hiszen már azért halványultak az emlékek. 60 év alatt. Mintha elvarázsolták volna az egész nemzetet. Mindenkiben valami csodálatos várakozás volt, és elszántság, főleg a fiatalságban. Igen, bizakodtunk. Még november 4-e után is egy kicsit bíztunk abban, hogy a világ majd segít nekünk, de mi mindig magunkra maradunk, most is úgy volt. Lelkesedtünk, mentünk, nem féltünk, olyan tüntetésre is elmentünk, ahol várható volt, hogy esetleg elvisznek, vagy lövöldöznek, vagy valami rossz történik. Volt bennünk félelem is, de azért azt mind elfedte a lelkesedés, és az, hogy mi most hazánkért, és szeretnénk szabadok lenni a Rákosi terror után, amit egyébként még gyerekként is nagyon rossz volt átélni, megértettük, hogy miről van szó. Úgy robbant az egész, mint egy vulkán váratlanul. Tehát egy elfolytott tudat állapot volt ez. Visszafolytott, inkább így mondjam. A háború utáni nagy szegénységbe állandóan a hurrá optimizmust hallani, hogy hú, de jól élünk, és minden milyen nagyszerű. Itt a szabadság. Emlékszem, hogy akkor az operákat is magyarul énekelték. És hát tévé még nem volt,
De a rádióban nagyon sokszor adták a Nabukóból a szabadságkórust, úgyhogy azt úgy mindenki tudta magyarul. És az is úgy kibudjant belőlünk azon a napon, amikor orosz tankok és katonák vették körül a gimnáziumot. Ezt inkább úgy mondanám, hogy a fiatalok által kezdeményezett, az egyetemisták kezdeményezték Pesten, de ebben mindenki benne volt. Öreg, középkorú, mindenki. De hát minden forradalomban azért az ifjúság dominál. Októberi március, forradalom, feltámadt Petőfi, Pesten két napja tűzharc, felkelés. A tüntetéseket az egyetemi ifjúság kezdte, munkások, katonák, polgárok csatlakoztak hozzájuk, akárcsak március 15-én. A nép fegyveresen követeli, hogy az oroszok vonuljanak ki. A tüntetők ellen oroszokat vezényeltek ki. Budapest körül van véve. Október 23-án egész éjjel hallottuk, ahogy a Népköztársaság úton vonultak az orosz tankok és autók. Itt Fehérváron forrong a lakosság. Tegnap és tegnap előtt is tüntetés volt. Tegnap közéjük lőttek. 8 halott. 2 rendőr és egy 17 éves fiatal lány is. Borzasztó. Szívdermesztő és szívdobogtató események. Azt mondják, 23-án Pesten 200 000 ember tüntetett a parlament előtt nemzeti című zászlókkal, és kivágták belőle a kommunista címert. Az iskolában is izgalmas, feszült napok ezek. Ma délelőtt általános diáktüntetést hívtak össze. Az igazgató és a tanári kar mindent elkövet, hogy mi ne vegyünk részt semmiben. Iskolánk diákjai fekete szalagot hordanak a Köpeny fehér galérián a gyászjeléül. Sokaknak kokárdája is van. Ma délelőtt 10 óra tájban berohan Szakács tanár úr, hogy mindenki azonnal az utcára. A tüntető munkások kívánsága volt, hogy a Leány gimnázium tanulói csatlakozzanak. Mi csatlakoztunk. Mindenütt megtapsoltak. A tömeg egyre nőtt. A Városháza térre vonultunk nagy lelkesedéssel. A kommunista címereket és a vörös csillagokat útközben mindenütt leszették, ledobták. A helyükben 48-as Kossuth címer és piros-fehér-zöld zászlók kerültek. Még aznap mi is levettük az osztály faláról a vörös zászlót. A városi tanács erkélyéről egyetemista fiúk beszéltek a néphez. Mi a barátok temploma előtt álltunk. A téren nagyon forró volt a hangulat. Többször elszavalták a nemzeti dalt és más hazafias verseket, és énekeltük a himnuszt meg a szózatot. Az egész tömeg énekelte a boldogasszonyanyánkat. Azt mondták, a püspök és a vele lakók sírva fakadtak a palota ablakában. A tömeg különféle jelszavakat és követeléseket hangoztatott. Leggyakrabban a refrénszerűen visszatérő "Ruszkik haza!" hallatszott. Mondanom sem kell, hogy mi is telitorokból énekeltük és ordítottuk. A Városháza erkélyéről felolvasták a fehérvári dolgozók pontokba foglalt követeléseit, melyet a pártbizottság elé terjesztettek, és 6 óráig választ vártak rá. A leglelkesebben egy fehérvári egyetemista fiú beszélt, aki hazajött Budapestről szervezni. A hangulat egészen márciusi volt. Sőt, a nyomdát is emlegették, meg a szabad sajtót. Még az eső is elerett, úgy, mint 1848. március 15-én. De a tömeg nem oszlott szét. Oh.
október 23-án 17 óra 30 perctől a fehérvári beszélgetésekben Séda Máriát ismerhetik meg, aztán a már említett filmet október 24-én 21 óra 40 perctől 45 perctől lesz majd látható, tehát itt a Fehérvár televízióban. Megköszönöm, hogy velünk tartottak. Október 23-án egyébként részesei lehetnek önök is a történelemnek, természetesen nem csak a televízió képernyőjén keresztül, hanem Székesfehérvár belvárosában is. Nézzük az ünnepi programokat. Október 23-án 15 órakor kezdődnek majd a városi ünnepi megemlékezések az 56-os forradalom és szabadságharc tiszteletére. Elsőként megemlékezést és koszorúzást tartanak majd az 56-osok terén, ahol Vizi László Tamás, a Kodolányi Egyetem rektor helyettese mond beszédet, majd 16 órától a Városház téren Miénke Föld címmel mutatnak be utcaszínházi produkciót fehérvári fiatalok részvételével. Köztérrel legközelebb, egy hét múlva pénteken számítok majd a figyelmükre. Köszönöm, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!